Lambovics Tünde, bringás kutyatúra szervező, és Béli a vendégeink. Hát sziasztok! Sziasztok! Szóval ti úgy bringáztok, hogy Bélit a hátadra veszed egy hátizsákban, igaz? Így van. Tehát, hogy te összegyúrtad a bringatúrát, a kutyasétáltatást és a sportolást. Így van. Honnan jött az ötlet, hogy ne szaladjon melletted a kutya, vagy ne legyen kosárba. Igen, tehát hogy rengeteg megoldást láttunk már, de az, hogy hátizsákban utazik a kutya. Igen, hát ez itthon még nem annyira elterjedt, és picit izgatott, elnézést. Hát meg megértjük, töki az már le is létszelt. Gyere, töki, gyere vissza, gyere, hát a stúdióban kell lenned. És mi alapvetően egy sportos család vagyunk, a Béli másfél éve él velünk. Aha. És télen azon gondolkodtam, hogy, hogy fog velünk biciklizni, mert hogy vannak ezek az utánfutók, igen, de az nekem komplikált, hol tárolom, stb. Vannak ezek a kormányra szerelhető kosarak, szerintem az nem neki való. Hát meg azért ahhoz... mert izgulj, akkor a kiugrik. Igen, de ő ez egy mozgékony kutyának tűnik, tehát hogy én ugye még nem vagyok kutyatulajdonos, úgyhogy felteszem azt a kérdést, hogy miért nem jó, hogyha szalad a bringa mellett. A fővárosban élünk, és oké, hogy egyre több a bringa út, és egyre jobban lehet bicajjal közlekedni biztonságosan, viszont az, hogy ő ügessen ott a bicikli mellett, ez egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig nagyon szűk ahhoz a hely. Tehát majd, ha lesz kutyád, és akkor érted, még mekkorát tud rántani, nekem eszembe nem jutna, a városba biciklizni kutyával, de ez már egy haladó szint, tehát értem. Na, akkor a probléma teljesen érthető, tehát itt most nem az erdei túrázást kell elképzelni. Engem egyébként ez nagyon érdekel, mert nálam meg állandó felmerülő probléma, hogyha mondjuk motorral jöttem, miért nem hoztam a tökit, tehát mondom, nem tudom motorral hozni, csak lehet, hogy egy ilyen hátizsákkal mondjuk össze lehet kötni, és akár motoron is tudnám hozni, a tökit kapna egy ilyen kis szemüveget, nagyon, nagyon menők lennénk vele. Na igen, egyébként egészen ideig szeretnénk fejlődni, hogy bukós isak, szemüveg, ugyanolyan szed be mindketten. Mert hogy ez Insta kompatibilisek lesztek akkor nagyon. Ez a külföldi videókból jött egyébként aztán, és rendkívüli mód inspirált, meg tényleg úgy éreztem, hogy akkor megvan a megoldás, és ez való nekünk, ami sportos, meg ilyen kis hebrencs életformánkhoz. Úgyhogy én beszereztem ezt a hátizsákot májusba, és aztán az első túránk, ami szerintem feledhetetlen, tehát nem csak nekünk, hanem az éppen arra járóknak is. Nyáron le van zárva a felső rakpart, a pesti felső rakpart, mi ott élünk a Bálnánál, és egészen onnan a Margit hídig el lehet menni a rakparton végig. Úgyhogy mi ott kezdtünk el biciklizni, és már az első percben nagyon-nagyon jól bírta. Igen, nagyon nem, nagy nem élmény volt, volt lobogott a füle, ide rakta a két kis mancsát a vállamra, és a szembejövők, a mögöttünk közlekedők, tehát még a legmufurcabb ember is. Neki olvadozott. Igen, mert hogy ez egy olyan látványosság, és tényleg egy annyira jó élmény, ami így átjön a járókelőknek is. Úgyhogy a mai napig lépten nyomon megszólítanak, hogy ez hol lehet ilyen zsákot szerezni, meg hogy bírja ezt az egészet. Na, és ő mit szólt hozzá, amikor először beraktad egy hátizsákba? Hát megmondom őszintén, hogy a legelső ilyen élménye, az picit még akkor izget mozgott. Tehát mozog. Nagyon izgő, mozgó típus. Tehát azért hozzá kellett szoktatnom, meg én hiszek így a suttogásba, meg hogy így én beszélek sokat a kutyához is, úgyhogy én felkészítettem. Tehát most már úgy van, hogy meglátja a hátizsákot, és akkor tudja, hogy akkor ez kaland. Meg azt is tudja, hogy akkor cserébe, hogy ugye nyugton van a hátamon. Suhanás. Mindig olyan desztináció van, ahol utána elengedem, tehát vagy egy római part, vagy egy kamaraerdő, vagy egy Margit sziget. Mennyi az a max idő, amit a hátizsákban mondjuk tud tölteni? Eddig, amikor Diósdra kibicikliztünk anyukámhoz, ami tőlünk egy ilyen 20 kilométer, az volt eddig a legtöbb. Kipróbálhatjuk ezt? Igen. Mondjuk a tökivel engem nagyon érdekel. Kiveszem közben a mosogató szivacs ezemet, mert eszembe jutott, hogy itt van a mosogató szivacs zsebkendőm. Na nézzük meg, Töki, nézzük meg, hogy belepasszolt. Hát nem tudom, hogy ezt sem tudtam hozni. Aha. Lehet, hogy ez neki kicsi lesz.
De utána, igen, hát hogy... nézd meg, milyen karcsú egy. Mutatom, jó, hogy jó. Hogyan célszerű. Na mind a ketten pakoljátok be a kutyákat hátizsákba, túl sokat szaladgáltak már itt a stúdióban. Töki, mit szólsz? Gyere csak! Töki, egy butha. Nagyon érdekelne engem, hogy mondjuk egy bernáthegyi tulajdonos hogyan megy el bringázni. Vizslások vásároltak tőlem legutóbb ilyen hátizsákot, igen, mert hogy mivel ilyen érdeklődés volt, és ekkora sikere volt, mondom így a túráinknak, én elkezdtem ilyen túrákat szervezni, meg elkezdtem plusz hátizsákokat beszerezni, meg még jobban beleásni magam ebbe az egészbe. Ez kicsit úgy, mint a pelenkáznék valakit. Töki, hát azért gyakorolni látszik, hogy nagyon. Azért gyakorolni kell. Nagyon ügyes. Töki, nagyon türelmes, csak én nem vagyok ügyes. Ti egy kicsit még próbálkozzatok, mi meg nem sokára folytatjuk tovább. Sikerült Tökit behelyezni a hátizsákba, most végre legalább látom is, hogy néz ki. Töki nagyon jó fej, nagyon élvezi, tehát hogy tök jó ez a hátizsák. Én azt hittem, hogy ennél nehezebb lesz a dolog, de remekül érzi ott magát, úgyhogy de nagyon szépen köszönjük neked. Tökit mindjárt ki fogjuk hámozni azért ebből a hátizsákból, és szuper, szuper jó az ötlet, úgyhogy majd foglak keresni. Nagyon köszönöm. Remélem, megyünk majd együtt túrázni. Köszönöm. Igen, úgy, köszönjük. Szia.